az elején, ugye a Mari említette, hogy van egy kedves ismerősünk Grazból, akivel pont azon a versenyen ismerkedtünk össze, ahol a Lili első lett, és mi is elsőt lettünk. És ő is első lett, úgyhogy minden díjat így, akik mi itt vagyunk, majdnem elhoztunk, csak hát ő a saját kategóriájában. És ő a Grazi Zenőművészeti Főiskola hallgatója, és ezen a héten van több olyan fellépésük is Lilinek és neki is. Andrea Szewieczek az ő neve, és ahol fele-fele arányban osztoznak a koncerten, meghívtuk őt, hogy Lilivel fellépjen, és nagyon örömmel elvállalta, és a mai napon is meghívtuk, hogy ezen a kis családi koncerten azért neki is legyen egy kis része benne, őt is megismerhessék, egy nagyon remek zongorista lány, és Chopinnek egyik legszebb művét, ami nekem is egyik kedvencem volt, mikor tanultam főiskolás koromban, az F-moll balladát fogja előadni önöknek. Annyit mondanánk hozzá, hogy tulajdonképpen a meghívásunk abból állt, szóval nincs elég dolgunk, mert ugye ezen a héten 4 koncertünk van, 3 gyerekünk, és mindenféle megyünk, de nagyon fontosnak tartjuk ezt, hogy ő a Lilinek egy kicsit a példaképe. Azt mondta, hogy pontosan, ugye 10 év van köztük, pontosan 10 év múlva így szeretném.